F. Kovács Sándor országgyűlési képviselővel és a KUN szövetség elnökével beszélgetünk itt a Jászkun emléknapon. Kicsit rendhagyó ez a mai nap, hiszen nem így szoktunk megemlékezni őseinkről. Ön is fontosnak tartott, hogy elhelyezze a koszorúját az országgyűlés nevében képviselőként is, és a KUN szövetség elnökeként is. Így van, ez egy különleges nap, egy különleges esemény, amit soha nem szabad elfelejteni, hiszen nem évszázadokkal ezelőtti esemény, amiről csak megemlékezünk, és semmilyen hatással nincs a mai nagykunságra, a mai élő emberekre, hanem egy olyan esemény, amely jelzésértékű, hiszen jelzi azt, hogy itt a nagykunságban és a jászságban, kiskunságban természetesen olyan emberek éltek, akiknek számított a szabadság. Számított az, hogy ne legyen felettük hatalom, hanem dönthessenek a saját életükről, a saját életük viteléről, és erre áldozatotok is hoztak. És az itt élő emberek ezeknek a leszármazottai. Azoknak az embereknek, akik hozzá voltak ahhoz szokva, hogy munkával, tevékenységgel saját maguk életét tudják kormányozni. Nem másra mutogatva, nem mástól várva segítséget, hanem saját munkájukban, saját eszükben bízva, és kialakult egy olyan társadalom a kunságban, a jászságban, amely önállóan gondolkodó, saját magát, saját maga munkabírását tudó embereknek a szövetsége. És bízom benne, hogy most is ilyenek vagyunk itt a kunságban és a jászságban, hogy el tudjuk dönteni, hogy mit szeretnénk, ezt meg is tudjuk valósítani, ha a sikert érünk el, a siker a miénk, ha a kudarcot, az is, és nem másra mutogatunk, hanem saját erejünkből akarunk tovább gyarapodni, saját erejünkből akarjuk vinni tovább az életet. Én azt gondolom, hogy ez az üzenete a redemciónak, hogy a szabadságért küzdeni kell, a szabadságért tenni kell, és a szabadsággal tudni kell élni. Hiszen én azt gondolom, hogy itt a jászságban és a kunságban éltek a szabadsággal, jól éltek, és bízom benne, hogy az évszázadokon keresztül is élni fognak. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen én is! Az előbb a koszorúzás után F. Kovács Sándor képviselő megkongatta a harangot, amely egy Györfi Sándor szobrászművész úr készített. Most Jászkun főkapitányként kérdezem, hogy a hármas kerület összefogásáról beszélt képviselő, és most tulajdonképpen ön testesíti meg jelképesen a hármas kerületnek a vezetője. Hogyan érzi ilyenkor, milyen gondolatok merülnek föl önben ezen az emléknapon? Hát ezen az nagyon különleges emléknap, mert ilyen még nem volt. Így visszaemlékezve őseinkre, elődeinkre, azt hiszem, hogy nagyon nagy tisztelettel és kegyelettel kell az ő emléküket visszahozni életünkbe, és gondolni rájuk. Hiszen a redemció, tehát az önmegváltás az a világon egyedülálló dolog volt, amit tettek, hogy visszavásárolták saját szabadságukat, saját hölgyeiket, amiket elvettek tőlük jogtalanul. És ennek állítunk most emléket, és örülök, hogy ezt az emlékharangot meg tudtuk csinálni itt Karcagon, hiszen hőseink voltak kapitányaink, nagy kunkapitányaink, a jász kapitányok mellett végigkísérik szinte történelmünket, és ők azok, akik a magyar mellett, hiszen magyaroknak vallották magukat, de KUN identitást vagy jász identitást őriztek, úgy, mint egy családba, hogy visszaemlékeznek az őseikre, visszaemlékeznek azokra a napokra, amikor még több száz vagy ezer évvel ezelőtt is összefogtak a családok, és egy nemzetben, mint egy családban gondolkodtak. Azt hiszem, hogy ma is ez hiányzik, hogy családként kezelni kell a nemzetünket, mert az ősök kultúráján, hagyományain nevelgettünk fel. Azok adták a kezünkbe a tudást minden területen. És magunkra csak akkor lehetünk büszkék, ha ezt megőrizve, tovább gyarapítva, tovább visszük a nemzeti kultúrát. Ahogy látjuk a világba, és most különösen a járvány idején, hogy minden nemzet magáról próbál gondoskodni, és valahol visszajönnek a visszaszorítottságba, a félelembe, mert egy vírustól mindig féltek. Azok az emlékek, amelyek összetartották az embereket kulturális területen különösen. A nagykunság és a jászság
az külön példát mutat ez ügybe. De ha csak a vírusról kezdünk el itt beszélni, mert kell beszélni róla, hiszen most ez adta, hogy ilyen kis számban vagyunk itt jelen, és nem nagyon találkozhatunk közelről másokkal, hogy a régi világ, visszaemlékezem egyébként ezekre a történelmi korokra, amikor nemzetvédő szabadságharcaink során is vírusok törtek ki, és a szabadságharcosok a túlerővel szemben sok esetben el is menekültek a magyar hadseregből. Ilyen formán például a 48-as szabadságharc idején is a 200 000-es orosz cári hadsereg, aki ellenünk felvonult, nem számított neki, 15 000 halottja volt akkor a vírusoknak az ő hadseregükből, de ugye csak leverték a szabadságharcunkat. De voltak olyan hőseink, például, hogy visszaemlékezzünk az orvostudományba is, visszamenjünk a kézmosásra. Hát nem véletlen, hogy magyar tudós Semmelweis Ignác adta az életét ezért. Hiszen amikor ő használta a kézmosást szülészként, akkor rájött már, hogy valami hasonló lehet, hogy a tisztaság, a kulturáltság az öltözködésbe és a megjelenésbe, a egészségügybe mindenképpen fontos. Őt kigúnyolták ezért, és kitagadta magából a akkori professzori társaság. Hát a halállal is ez lett. De aztán igazolta őt a történelem. Neki lett igaza. Ő neki emlékoszlopot, szobrokat építenek és csinálnak. A többiek, akik ellenezték és ellene kiabáltak, nyilván anyagi és egyéb érdekekből, azok eltűntek a történelem süllyesztőjébe. De nagyon büszkék vagyunk a mi Kátai Gáborunkra, aki szintén a vírus ellen küzdve Semmelweis módszerét alkalmazta itt a Jászkunságban. Ő volt, aki bevezette ugyanúgy a kézmosást, és tiltakozott minden olyan ellen, aki a szülészeten az anyák megmentőjeként is nevezhetjük ugyanúgy, mint Semmelweist. És ő a mi szelőttünk, Karcagvárosnak. Nem véletlen, hogy itt a szomszédságban a nagy kórházunk Kátai Gábor nevét viseli. Hát ilyen formán emlékezünk a mai napon, és szívünkbe melegséggel őrizzük azokat az őseinket, akik tovább éltettek bennünket ebbe az országba, és megmaradt a magyar nemzet egészségbe is. Így legyen tovább is. Igen, és hát ez az összefogás, amiről ön is beszélt, most egy picit másfajta, ahogy ön is ecsetelte, és itt is azért megmutatkoznak a kunoknak, a jászoknak az összefogása, hiszen most is sokat segítenek helyi vállalkozóktól kezdve, sok-sok olyan mindenki, aki a városért szeretne tenni, és az itt élő kunokért. Igen, hát ez a feladat, hogy segítsük egymást, és mindenképpen megmutatkozik szinte minden területen. Nagyon nehéz most, hogy elmaradnak ezek a hagyományőrző mindenféle táboroktól kezdve felvonulásokkal és ünnepségekkel, mert ott tudják megmutatni igazán azt a kultúrát, amit képviselünk népművészetbe, irodalomba akár. Többnyire a női ruhák, a szövés, a csipkeverés, és sorolhatnánk azt a kultúrát, ami most újra éled, és újra virágzik. És ennek ez a Jászkun összefogás, és az, hogy tulajdonképpen mi itt, akik a régi viseletet hordjuk, a Jászkun kapitányok viseletét, ők nagy felelősséggel tartoztak. Mi gyakorlatilag ezt próbáljuk visszahozni. Köszönjük szépen! Én is köszönöm.